webinár résztvevők, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az óceánon innen és túl, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének és a Habsburg Otto Alapítványnak közös Tocqueville Lukács és az amerikai demokrácia helyzete című beszélgetésén. Tehát egy olyan kötelezettségünknek teszünk eleget, amire akkor tettünk vállalást, amikor május 5-én már a COVID körülmények között megemlékeztünk Lukács professzor halálának első évfordulójáról, és tekintettel arra, hogy hagyatékának egy része a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre érkezett, ezért akkor rövid megemlékezések formájában emlékeztünk rá azon a felületen. Majd elmondom, hogy a Habsburg Otto Alapítvány végül is milyen módon került most a szervezők közé, mi kezeljük Habsburg Otto hagyatékának jó részét, és ebben nagyon érdekes felfedezéseket tettünk az utóbbi időben. De még mielőtt erről beszélnék, tisztelettel kérlem Koltay Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát, hogy nyissa meg mai összejövetelünket. András, parancs! Köszönöm szépen, Gergely, és nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Az én megszólalásom végén is teszek majd arra utalást, hogy hogy kapcsolódik John Lukács szellemi és tárgyi hagyatéka a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, illetve egy apró meglepetéssel is készültem itt a tisztelt hallgatóságnak, illetve az előadóknak. Gergely említette a rendezvény címét, rögtön fölmerül az a kérdés, hogy miért foglalkozunk Magyarországon az amerikai demokrácia helyzetével, hogy John Lukács-sal miért foglalkozunk, azt talán nem kell magyarázni. De összességében ezekre a felmerülő kérdésekre nagyon könnyen lehet megnyugtató válaszokat adni. Nyilvánvalóan nagyon fontos nekünk mindaz, ami az amerikai belpolitikában, illetve az amerikai demokráciával történik. Két okból Magyarország nem felejtette el, hogy viszonylag fiatal demokráciaként 31 évvel ezelőtt szerezte vissza nemzeti és állami függetlenségét. Egyfelől az Egyesült Államok hozzájárulása a hidegháború szerencsés lezárásához nyilván egy ma is köztudatban lévő körülmény és élő emlék. Másrészt nem felejtjük el azt sem, hogy hogyan szolgált mintaként az amerikai demokrácia az elmúlt évszázadok során a magyar értelmiség reformer törekvések számára. A másik pedig ennél praktikusabb ok, ami Amerikában történik a demokrácia körül, az azonnal közvetlen kihatással van Európára is, így Magyarországra is, tehát elemi érdekünk is a folyamatos monitorozás és a tanulságoknak a magunk számára történő levonása. Engedjék meg, hogy látszólag eltérjek ettől a témától, és a Churchill szobrok közelmúltbeli történetéről, vagy a körülöttük forgó eseményekről beszéljek néhány szó erejéig. Nemrégiben foglalta el posztját és ezáltal irodáját is az új amerikai elnök, Biden elnök, aki rögtön az első nap újra rendezte ezt az irodát, és többek között azt a Churchill szobrot is kivitette onnan, ami az előző 4 évben ott állt. Ugye, aki utána olvas, az tudja, hogy ifjabb Bush ideje alatt is volt egy Churchill szobor az ovális irodában, aztán utána 8 évig nem. Trump elnök ideje alatt megint csak volt, és most megint nincs.
talán sejthető, hogy pontosan milyen okok vezérlik ezeket az oda, ide-oda mozgásokat, és biztos, hogy az okok között szerepel az is, hogy Winston Churchill történelmi szerepe a közelmúltban újraértékkel és tárgyává vált, az a világpolitikai ikon vagy hősi státusz, amit ő élvezett, az erősen megkérdőjelezésre került az elmúlt időszakban. Ennek egyik tünete az is, hogy a tavaly nyári tüntetés sorozat során még a londoni parlamenttel szemben álló szobrát is először lefestették, ugye a Black Lives Matter felirattal, aztán utána pedig bedeszkázták, hogy meg tudják védeni a tömegtől. Budapesten is van egy Churchill szobor a Városliget szélén, amelynek a felállítása, a kezdeményezés és a kivitelezés, végrehajtás is John Lukács nevéhez kötődik, aki több könyvet írt Churchillről, és egyértelműen a hős államférfi toposzát erősítette, miközben természetesen nem kritikátlanul viszonyult kutatási tárgyához. Tavaly nyáron a budapesti Churchill szobor is megkapta a magáét, mint a BLM felirat a londonihoz hasonlóan rákerült, illetve egy a történettudomány iránt kevés affinitással rendelkező vandál pedig a náci feliratot festette a szobor talapzatára. John Lukács ezt már szerencsére nem érte meg, viszont a hagyatékában neki is megtalálható egy Churchill szobor, és ahogy Gergely említette, ez a szobor a személyes hagyaték egyéb tárgyaival együtt megérkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Én meg is mutatnám önöknek csak érdekességképpen. Gergely már látta ezt a szobrot, és Szilvay Gergely is látta ezt a szobrot, mert a Mandiner interjúban még le is fényképezte. Ez most ebben a pillanatban egy irodába bekerült, ugye egy másik Churchill szobor egy másik irodából kikerült a közelmúltban, persze a két iroda fontosságát és jelentőségét azért nem lenne szabad egy lapon említeni. Ami történik ezekkel a szobrokkal, az egyfajta válságtünet, ha úgy tetszik, és nagyon érdekes Lukácsot olvasni arról, hogy ő hogyan ítélte meg a korát, illetve az utolsó néhány évtizedet, amiben élnie adatot. Nem érte meg a tavalyi évet, de már sokkal korábban, az 1989-90-es rendszerváltások környékén lényegében az európai civilizáció 500 éves fejlődésének a lezárásáról írt. Itt van nálam az egyik emlékirata a kettő közül, ahol 1980... He declares the 20th century ended in the civilization Európa 500 éves nagy civilization the 500 year long angol szász és magyar iróniával mondja, nem különösebben siránkozva, csak mintha egy szikár tényt állapítana meg. Nagyon érdekes, és nyilván ezt a mai napon nem tudjuk véglegesen eldönteni, hogy igaza van-e ezzel az állítással, és valóban egy nagy civilizáció végnapjaiban járunk, de minden esetre a válságtünetek kézzelfogható jelenléte az teljesen egyértelmű. Ez a fajta megosztottság, ami akár a magyar, akár az Egyesült Államok társadalmát erősen jellemzi, ez mindenféleképpen rendkívül aggályos, és az a fajta identitás politika, ami aztán a szobrok talapzatára is feliratokat vés fel, vagy éppen szobrokat dönt le, megint csak bizonytalan jövővel kecsegtet. Az identitás politika egy viszonylag új kifejezés, de hát persze a történelem során mindig létezett, mindig próbálták egyes közösségek a maguk identitását megfogalmazni, meghatározni. Mi magyarok ebben világklasszisok vagyunk, folyamatosan tépelődve kérdezzük magunktól, hogy mi a magyar, ki a magyar, rendszerváltás óta
Erre persze nagyon sokféle választ lehet és szabad adni, ami helyes egy pluralizálódó társadalomban. Bizonyos biztos kapaszkodók meg szilárd cölöpök folyamatos jelenlétére mindazonáltal szükségünk lenne. Ez a fajta mozgás vagy válság jelenség, ez egészen abszurd eredményekre is vezet. Most hadd maradjak még egy mondat erejéig az ovális irodánál, most nem a szobroknál, hanem a festményeknél. Ugye az is tudva levő, hogy Biden elnök átrendezte az amerikai elnökök arckép csarnokát, amely a falát díszíti, és fő helyre, központi helyre Franklin Delano Roosevelt elnök portréját tette, tehát őt tekinti szimbolikus értelemben irányadónak a következő 4 év tekintetében. Ehhez képest ma reggel azt olvasom a New York Times online kiadásában, hogy San Franciscóban az illetékes hivatal 44 iskolát nevezett át. Ugye már nem döbbenünk meg azon, hogy ezek George Washingtonról, Jeffersonról, Lincolnról elnevezett iskolák. Én átpörgettem azt a listát, amit mellékeltek a cikkhez, és ott van a Rooseveltről nevezett iskola is, és az Excel tábla el is magyarázza, Theodore Roosevelt miért nem elfogadható a mai világban, és Franklin Delano Roosevelt miért nem elfogadható a mai világban, tehát az iskola névként nem működhet, miközben az elnök magát Franklin Delano Roosevelt munkássága az kívánja mérni a következő 4 évben. Ezt innen Európából, Közép-Európában rendkívül nehezen lehet megérteni, hogy mi miért történik. De hogy Tocqueville-ról is essék szó, egy Tocqueville szobra is volt Lukács Jánosnak, amit szintén be tudok önöknek mutatni. Szilvai Gergely cikkében ez nem szerepet lefotózva, de lehet, hogy a szobor ettől még ismerős lesz a számára. Tocqueville különleges szerepet tölt be a magyar eszme történetben is. Ugye döbbenetes, hogy 19. században milyen gyorsan reagáltak az európai szellemi áramlatokra Magyarországon. Már 1843-ban megvolt magyar fordításban a híres műve az amerikai demokráciáról, és aztán természetesen a rendszerváltás környékén kapott 30 évvel ezelőtt egy újabb lehetőséget a reneszánszra és arra, hogy a gondolatai hatni tudjanak. Nekem megvan mind az 1983-as Tocqueville kiadás, meg az 1993-as Tocqueville kiadás is. A kettő között az a különbség, hogy nem csak 10 év telt el, hanem egy világ változott meg. A 83-as kiadásból a szöveg körülbelül 1/3 hiányzik, és azok a részek nincsenek benne, amelyeket az akkori magyar kommunista államhatalom nem gondolt olyannak, amit a magyar állampolgároknak indokolt lenne olvasnia vagy hallania. Ugye groteszk dolog ez, mert 93-ban kiadták csorbítatlanul Tocqueville-t, és amióta minden szabad olvasni, meg mindenről szabad beszélni, azóta már hirtelen már nem is olyan érdekes. Úgyhogy én azt kívánom az amerikaiaknak is, és nekünk magunknak, magyaroknak is, hogy olvasgassanak egy picivel gyakrabban Tocqueville-t. Nagyon sokat lehet tanulni tőle az amerikai demokráciáról is, és ezáltal a magyar demokrácia kívánatos állapotáról is. Megelőlegeztem azt, hogy az egyetem, a mi egyetemünk és John Lukács hogyan kapcsolódik össze. Ugye ez a hagyaték, ami egyelőre elzárva nálunk van, de számítva ezt a két szobrot, ez reményeink szerint belátható időn belül nyilvánosan elérhetővé válik, be tudjuk majd mutatni a nagyközönség számára, és egy olyan emlékhelyet tudunk létesíteni, ami Lukácsnak nem csak a szellemi hagyatékát, nem csak a könyveit, hanem az egész személyiségét is be tudja mutatni, meg tudja őrizni az utókornak személyes tárgyain keresztül. Én kívánok önöknek nagyon jó tanácskozást, beszélgetéseket, és nagyon remélem, hogy ez csak egy rendezvény sorozat, vagy egy közös gondolkodás kezdete ez a mai esemény. Az egyetemünknek John Lukáccsal innentől kezdve folyamatosan teendője van, és azt gondolom, hogy a témák is olyanok, amelyekkel
minden magyar egyetemen, minden magyar értelmiségi műhelyben foglalkozni kell a következő időkben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ahogy mondtam, gazdag szellemi épülést és kiváló hangulatú beszélgetéseket kívánok önöknek, olyan hangulatúakat, mint amilyen a John Lukáccsal folytatott beszélgetések voltak még életében. Köszönjük szépen rektor úr szavait, és köszönjük szépen ezt az áttekintést is, ami rávilágított arra, hogy voltak éppen mi is vezérelt minket akkor, amikor a beszélgetés témáját igyekeztünk meghatározni. Nyilvánvaló, hogy mindenek előtt John Lukácsra emlékezünk és emlékeztetünk, ezért szeretettel köszöntöm azokat a családtagokat, akik itt vannak. És a bevezetőben említettem, hogy ugye a Habsburg Otto Alapítvány is részt vesz ennek a beszélgetésnek, vagy részt vett a megszervezésében. Ennek pedig az az oka, hogy ahogy itt az elmúlt másfél évben dolgozzuk fel Habsburg Otto könyvtárát, levéltárát, hagyatékát, egyre több olyan iratra, olyan cikkre, olyan dokumentumra találunk, amiben ő szoros figyelemmel követte az amerikai politikát. És ennek kapcsán fedeztük fel azokat a könyveket is, és azt a levélváltást, amit ő Erich von Kühnelt-Leddinnel folytatott. Én is megmutatom, Habsburg Otto könyvtárában megtalálhatók ezek a Kühnelt-Leddin kötetek, nagyon alaposan kiegyzettelve és átolvasva egyébként. És nagyon szép összefüggést villant fel az, hogy pont Kühnelt-Leddin volt az, aki annak idején a fiatal John Lukácsot a Chestnut College-ba hívta, ahol ő 3 éven át tanított, mármint Kühnelt-Leddin. Én azt hiszem, hogy ez is, és az, hogy John Lukács magyar gyökereivel, budapesti származásával, magyar nyelvtudását mindvégig fantasztikusan megőrizve, de mégis amerikai történészként dolgozott. Ez ránk nézve egy olyan kötelezettség és egy olyan öröm egyúttal, ami a Chestnut College-gyal való együttműködést, a közös gondolkodást mindenképpen meghatározza. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy David Contosta professzor, aki John Lukács utódja ott a tanszéken, és az egyetem számos munkatársa most itt van velünk, úgyhogy Contosta professzornak adja meg a szót. Professor Contosta, you have the floor. Thank you. I'm delighted to be here today, and I want to thank you for... Szeretném megköszönni a meghívást. Elsősorban John Lukácsról szeretnék beszélni, a Chestnut College. But I'll begin by saying that in August 1960... Hogy 1969. augusztusában, 5 évvel azelőtt, hogy én találkoztam Johnnal, egy rövid látogatást tettem Budapesten. Két amerikai barátommal, két haverból egykorúak voltunk mindannyian, kibéreltünk, emlékszem, egy piros Renault Párizsban, egy élénk vörös Renault, és 16 000 kilométert vezettünk Észak-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa, sőt, még a Boszporuszon is átkeltünk, és végül Isztambulban kötöttünk ki. Az volt az első tapasztalatom Európában. Emlékszem két eseményre Budapesten. Az egyik hát egy kicsit frivolabb, a másik viszont egy annál meglepőbb. Az első akkor volt, amikor hát elmentünk egy ilyen gulyás partira, valahova vidék Budapest környékére, esküszöm, nem tudom megmondani, hogy hol, de arra emlékszem, hogy fölmehettem a színpadra, és ott egy énekversenyben vehettem részt, nem emlékszem, mit kellett énekelni, viszont megnyertem az első díjat. Egy fantasztikusan
finom, szerintem ez egy mézes kalács valami lehetett, és gyakorlatilag addig őriztem, míg el nem porlat. A másik, ami nagyon érdekes dolog volt, hogy az idegen vezetőnk, aki egyébként a buszon beszélgetésbe elegyedtünk, és egyébként én kicsit föl is akartam vágni azzal, hogy mi mindent tudok, mint ifjú történész. Mondtam valamit arról, hogy Magyarország ugye a monarchia része volt, és az osztrák-magyar monarchia része volt. Erre azt válaszolt, hogy igen, igen. De a sok-sok nép függetlenséget akart, mit kapott helyette? Kapták a németeket, aztán az oroszokat egyik oldalról, meg a másik oldalról. És egy kicsit meglepett engem ez a válasz, de hát nagy valószínűséggel John Lukácsot nem lepte volna meg. John Lukácsot 7 évvel azelőtt, 62-ben ismertem meg, még diákként, és emlékszem, hogy a Hidegháború története című munkáját, ugye az egyik legelső hidegháborúról írt munka volt, amit olvastam. És amikor oda kerültem a Chestnut College-ba, ugye elmondta, hogy körülbelül egy tucatnyi hétvégét töltött azzal, és elszívott jó néhány doboz, nagyon drága szivart, ugye. És azt gondolom, hogy ez a könyv a mai napig segít nekünk megérteni azt, hogy hogyan látta a történelmet, azt megérteni egy kicsit az ő politikai filozófiájából. Ennek a könyvnek köszönhetően, amit olvastam, amit nagyon élveztem, ezért volt az, hogy nagyon-nagyon izgatott voltam, amikor jelentkezhettem a Chestnut College-ba. Azt gondoltam, hogy ez egy fantasztikus intézmény lehet, ha John Lukács itt ott van. Volt egy interjú, föl is vett engem tanítani 1974. szeptemberében. 29 éves voltam, John akkor már 50 éves volt, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy pont legalább egy generáció volt közöttünk. Ugye 45 éven keresztül ismertem John-t, 95 éves korában bekövetkezett haláláig, 2019 májusában, sőt, az irodáját is én örököltem meg a Chestnut College-ba. Ebben a pillanatban otthonról beszélek, de hát elmondhatom, hogy az irodájával együtt nagyon közel van ő hozzám. Amikor belépek az épületbe, velem van. Az alatt, az idő alatt, ami alatt John meg én kollégák voltunk, a kisebbik gyerekemnek ő lett a keresztapja, akit egyébként szintén Johnnak neveztünk el, és emlékszem, minden évben felköszöntötte egészen a haláláig a keresztfiát. Amikor idejöttem a Chestnut Hill College-ba, akkor az intézmény akkor ünnepelte az 50. évfordulóját, és John arra kérték, hogy írja meg röviden az iskola történetét. Számomra talán a legérdekesebb, emlékezetesebb mondatok ebben a könyvben az volt, ahogy leírta, hogy ezek a fiatal nők, ugye, mert ez eredendően egy nőknek számára fenntartott iskola volt, mit érezhettek akkor, amikor 1924. szeptemberében először beléptek oda. És hát John szeretett ugye beszélni a dátumokkal kapcsolatos egybeesésekről. Tehát gyakorlatilag az iskolát akkor alapították, amikor John Lukács csak néhány hónapos volt, és aztán 50 évvel később megkérik, hogy írja meg az iskolának a történetét. Szeretném idézni csak néhány sort ebből az iskola történeti kiadványból, mert ez nagyon jól tükrözi őt is, és talán érezni fogják ebből azt is, hogy milyen módon volt képes érteni a történelmet, és hogy azt, hogy látni, hogy a történelmet mire lehet használni. Az, hogy ugye az angol neki tanult nyelve volt, a második nyelve volt. Idézem. A sok Philadelphia városának körbevevő erdők mellett találta 15 lány magát a világtól elválasztva egy szép szeptemberi estén. Este a városnak a sziluettje áttükröződött az ablakon. Ugye ez Philadelphia város határában volt ez az iskola,
ugye egy óriási nagy park van az utca túloldalán, és mögött egy arborétum. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ez az iskola valóban egy nagyon szép erdős területen fekszik. Ha meg a történelemmel kapcsolatos gondolataira visszatérünk, és az mindenféleképpen látni, hogy John mindenféleképpen szerette volna, hogy megmaradjon a múlthoz való kapcsolódás. Ő azt érezte, hogy ez az, ami igazi értelmet ad az életnek, a szilárd alapokat biztosítja. John professzorként, kollégaként, mit mondjak, a diákok Lukács doktorra azért emlékeztek, mert sokszor hihetetlen megjegyzései voltak, amivel ugyanezt megcsinálta kollégákkal is, hogyha valakivel meg akart valamit értetni, provokatív megjegyzései voltak, provokatív megállapításai voltak, mert stimulálni akarta a vitát. Ezt szándékosan tette, és tudtuk, hogy azért ez egyféle beugratás és csali, de fantasztikus beszélgetések lettek egyébként ezekből. Talán nem tudják, hogy nagyon jó, de amatőr zongorista volt. Nagyon szeretett szórakoztatni a tanárokat, a diákokat. Különösképp szeretett Cole Porter dalokat énekelni és játszani. A You Are the Top volt a kedvence, és annyira emlékszem, hogy ült a zongoránál, és énekelte a különböző, a You Are at the Top dalnak a különböző strófáit. Nagyon még az elején, a John-nal töltött munkaidő elején felfedeztem, hogy közösen érdeklődünk, mindketten érdeklődünk a modern világ kritikája, kritikusa iránt. Írtam én meg akkor is a John Ruskin, Henry Adams például. John egyébként ösztönzött arra, hogy írjam meg azt, ami egyébként az első könyvem lett, Henry Adams és az amerikai kísérlet címmel. Azokban a korai években, amikor már ott voltam az iskolában, akkor nem a közelben lakott, ugye a Valley Forge emlékparkban, ugye ez az 1777-78-as télen Washingtonnak ott volt a tábora. John minden nap átsétált ezen a parkon, amikor munkába jött, vagy amikor munkából hazament. És én szerintem neki nagyon sokat jelentett, hogy ennyire hihetetlenül közel volt mindig ehhez a történelmi helyszínhez. A háza egyébként egy régi vidéki iskola volt, és az lett átalakítva. Eredendően a feleségének a szüleié volt. John egy fantasztikus oktagonális könyvtárat épített, két emelet magasan. Gyakorlatilag volt egy guruló létrája, és bármikor föl tudott rá menni és levenni egy magas polcra egy könyvet. Aztán sokkal később már építetett egy házat maguknak, ami szintén a feleségének a családjáé volt, a telek. Szerény ház volt, de nagyon szép, zöld stukkos ház, ami nagyon emlékeztethet valakit egy kelet-európai épületre. Ott is épített egy könyvtárat, abban a házukban is épített egy 20 000-es könyvtárat. Egyébként John ott, abban a könyvtárban halt meg, és én úgy tudom, hogy a Notre Dame Egyetem kapja majd meg a könyvtárnak a darabjaid. A házon kívül, ugye a ház mellett egy kis tó volt, egy tavacska volt, idézném, hogy mit írt erről John a könyvében, a 20. század végében, mert ez talán megint segít nekünk megérteni azt, hogy ő hogyan próbálta értelmezni a múltat. Azt írta, hogy valamikor vacsora, van olyan, hogy vacsora után lesétálok a teraszunk mögötti füves domb oldalon, és amit érzek, valahogy hasonlatos ahhoz, amit milyen megelégedettséggel látom a múltat, mert mindaz, amit ma látok, minden ugyanaz a táj, amit az amerikai ősei az én gyermekeimnek láttak 50, 100, 150, vagy 200 évvel ezelőtt. Ez
ez a múltban való gyökerezés, ennek az érzése az, ami megmagyarázza azt, hogy John miért hívta magát visszatérően reakcionáriusnak és nem konzervatívnak. Bár nagyon sokan konzervatívnak bélyegezték őt, én szerintem máshol is konzervatívként ismerték. Sőt, a memoáriában ugye azt mondta, hogy erre a szóra, hogy konzervatív, ugye amikor arról beszélt, panaszkodott az amerikai konzervativizmus, hogy a mi konzervatívjainkat nem érdekli az, hogy az országot konzerválják, és az amerikai földet konzerválják. Túlon túl inkább abban érdekeltek, hogy elpusztítsák a földet, hogy elpusztítsák az, a múlt emlékeit, és építsenek rá. John sokszor érezte, hogy azt, amit mások is a 20. század környékén, hogy egyféle nosztalgiája volt az egyre eltűnő, az egymás után eltűnő történelmi helyekkel kapcsolatban, és John számára különösen fontos volt, hogy ezek a helyek, ez a táj, ami egyébként a családjáé is volt, hogy ez megmaradjon. Nem gondolta, nem hitt a konstans és elkerülhetetlen fejlődésben, mert azt mondta, és azt állította, hogy az emberi természet nem változik. És ennek az egyik aspektusa volt az, amit ugye ő az eredeti bűnnek hívott. Ugye az emlék iratainak is ez a címe. Egy eredendő bűnös vallomásai. Tehát sokszor utalt Simon Weil-re és az ő által elmondottakra. Visszatérnék John művéhez, ugye a hidegháború története, amelynek útján őt hamarabb, még azelőtt megismertem, hogy találkoztunk volna. Azt, hogy hogyan látta az emberi természetet, talán az nagyon jól megmutatja azt is, hogy a hidegháborúhoz ő hogy állt hozzá. Egyre inkább azt látta, hogy az régi módi geostratégiai, geopolitikai megfontolások, ugye ő antinak hívta magát, ő azt gondolta, hogy az USA kommunizmus ellenes kirohanásai csak azt segítették, hogy a Szovjetunió még tovább maradjon Kelet-Európában hatalmon. Ezért volt az, hogy John nagyon közeli barátja lett George Kennannek, akiről tudjuk, hogy ugye a világ hidegháborús doktrinának a kidolgozója. Az, hogy ő reakcionáriusnak hívta magát, az abban gyökeredzik, hogy hitt a régi módi patriotizmusban, szembe az agresszív nacionalizmussal, a burzsoá értékek iránti szeretetében, hogy a szilárd, erős családi kényelem, a jó viselkedés, a civil beszéd, a könyvek szeretete. És nagyon érdekes tudni, hogy voltak olyan amerikai konzervatív ikonok, akikről nem gondolt sokat, akikkel például Ronald Reaganről kapcsolatban nagyon kritikus volt, ugye a jobb oldalnak egy nagy ikonja. Ellene volt a neokónoknak, ellenezte az iraki háborút. Ugyanakkor meg ellene volt azoknak a libertariánus konzervatívoknak, 19. századi liberálisokhoz képest, és sokszor demokrata jelöltekre szavazott az Egyesült Államokban, republikánus elnökökkel szembe. Tehát John Lukácsot nagyon nehéz definiálni. Nagyon nehéz pontosan ezért beskatujázni, amit elmondtam, és ennek ellenére természetesen az utolsó beszélgetéseinkben még Donald Trumpról is tudtunk beszélni vele, nagyon határozott véleménye volt. Timothy Snyder fantasztikus könyvet írt a
az elnyomó rezsimekről. Dicsérte Johnt, és nagyon örült, azt gondolom, annak, hogy abban az iskolában adhatott elő, amikor eljött oda, ahol John tanított. John sokat beszélt Tocqueville-ról, sokat utalt Tocqueville-ra. Részben talán azért szerette Tocqueville-t, mert egy független gondolkodónak tartotta, és John saját magát is független gondolkodónak szerette látni. Én soha nem kutattam John-t és Tocqueville-t egyszerre, úgyhogy nem olyan téma ez, amiről mélységében tudnék beszélni, viszont nagyon várom azt, hogy azok, akiknek ezzel kapcsolatban van mondandója, vajon mit fognak mondani, akik erről fognak beszélni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Én azt gondolom, hogy jó ez Budapestről is látni, hogy az ő jelenlétem még most is ennyire nyilvánvaló Philadelphiában. Úgyhogy ezt nagyon köszönjük, és hogyha valamilyen módon együtt tudunk működni a jövőben az ő emlékének megőrzése érdekében, azt mindig szívesen fogjuk tenni. Én azt hiszem, hogy Magyarországon alig ha van bárki, aki régebben ismerte volna John Lukácst, mint Jeszenszky Géza, akkor még messze nem közéleti szereplőként, és pláne nem külügyminiszterként, vagy nagykövetként, hanem történészként. Úgyhogy azt gondolom, hogy az inkább a személyes visszaemlékezések során jól tesszük, ha Jeszenszky Gézával folytatjuk. Kedves nagykövet úr, miniszter úr, Géza, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Gergely, és nagyon örülök, hogy sok hallgatónk van, ahogy hallom, és hát ott sok barát is szerepel ebben a nagyon is indokolt és méltó megemlékezésben. Hogyha valaki 96. évében elhuny, bármennyire is közeli barát, az ember persze gyászolja, de az élet rendje. Viszont most, hogy kicsit újra elolvastam néhány írását, beleolvastam, most még jobban él bennem a veszteség tudata. A személyes veszteségen túl az ország, a magyar nemzet, és hát persze az amerikaiak számára is, hogy egy milyen kimagasló ember, történész, gondolkodó volt, és hogy jó, hát az utolsó évben már nem nagyon írt, bár olvasott, és hát szellemileg teljesen friss volt, én többször is beszélgettem vele telefonon, de mégis azt kell... I spoke to him many times on the... ...véleményére nagy szükség lenne ma is. Valóban úgy van, ahogy Gergely mondta, hogy ilyen 70-es évek közepén ismertem meg személyesen Gál István, a angol és magyar, és angol-amerikai-magyar kapcsolatoknak a feletetetlen szakértője révén. A Széchenyi Könyvtár munkatársaként már a zárt anyagból hozzá tudtam jutni egy-két könyvéhez, így a hidegháború történetében. 6-tól taníthattam a Közgazdasági Egyetemen, és hát ott mondhatom, hogy én voltam az első a magyar egyetemi világban, aki Lukács János könyveit a diákoknak kiadta olvasni, használni, úgyhogy az utolsó európai háború, Last European War, ez egy alapmunka, szerintem a II. Világháború történetével foglalkozóknak is, és hát én nagyon örülök, hogy az én diákjaim, a sok-sok magyar előtt, akik aztán csak a rendszerváltozásnak köszönhetően ismerték meg az ő munkáit, és váltak rajongóivá, ezt az utolsó budapesti előadásán is tapasztaltuk. Minden esetre tehát a magyar egyetemi életben a 70-es évek végétől már jelen volt. Az én életemet pedig végig kísérte, és most abban nem akarok belebocsátkozni ennek a részleteibe, csak bemutatok itt két levelet, egyiket gépírt levele, hát nem tudom mennyire, itt semmire nem látható. A jellegzetesség az, hogy benne vannak a magyar, hát az írógéppel írta persze a magyar betűk nélkül, de gondosan ráírta a magyar ékezeteket. És hát, hogy milyen remekül írt magyarul is, és milyen szépen, olvashatóan, azt ez a másik levél is mutatja. Szóval ez is jelzi, hogy nem csak egy személyes barát volt,
nem csak egy kiváló történész kolléga, hanem családi barát, feleségemet, és akiket a barátaim feleségeit is mindig dámáknak hívta, és a feleségem vacsora vendégtől első ízben Lukács Jánostól kapott virágot úgy, hogy egy küldönc hozta. Ez még valamikor így a 70-es évek végén volt, úgyhogy hát gondolhatja mindenki, hogy mennyire belopta Edith szívébe magát János, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik fontos könyve, a fél évszázad magyar írásai, ez nem csupán, nem is annyira nekem dedikálta, hanem azt írta, hogy Edithnek, ugye a felesége, Edithnek nem ajánlom, hanem köszönöm. Szóval azokat, nem csak a vacsorákat, azokat a beszélgetéseket, amiket itt a lakásunkban folytattunk, örülök, hogy számára is utolsó pillanatig emlékezetesek maradnak. Ugye én azt ígértem és azt vállaltam, hogy amellett érvelek, hogy ő a magyar. Mondhatnám, hogy Hungarus Fidelissimus, ugye ő egy nagy latinos volt. Könyvei, írásai tele vannak latin szavakkal. Hát nem kétséges, aki olvasta a könyveit, és pláne a magyar vonatkozású esszéket, hogy nem csak, hogy magyar születésű volt, és ahogy annyiszor mondta, hogy Magyarország a hazám, Amerika az otthonom, Magyarország az anyám, Amerika a feleségem. Igaz, hogy a legtöbb könyvét angolul írta, és a magyar fordításokat is mások készítették el, nagyon magas színvonalon, de hát azért ő azokat átnézte és javította, de azt is leírta, hogy miközben már angolul számolt, de magyarul érzek és magyarul imádkozom. Én azt hiszem, hogy ez önmagában véve is, nem is úgysem indokolt, hogy vita legyen arról, hogy ő mennyire magyar, de ő inkább annak alátámasztására és erősítésére, tehát ő nem csak őrizte a, vagy a családi, baráti kapcsolatokat, ő igazi, azért is mondtam, hogy Hungarus, mert ő örmény, magyar zsidó, magyar gyökerekkel rendelkezett, és hát ugyanakkor a olvas írásai alapján látható, hogy a magyar nyelvnek milyen mestere volt. Hát olyan mesterei voltak, akiket úgy tisztelt, mint Krúdi Gyula, vagy Kosztolányi Dezső. És hát itt nincs idő arra, hogy újra beleolvassunk egy-egy akár tájleírásába. 1943-as Balaton, ahol az első nagy szerelmével ismerkedett meg. De hát az is hozzá a magyarságához, hogy a nagy magyar szerelem, amiről ír az eredendő bűnös vallomásaiban. Tehát amiről itt mindenképpen szükségesek tartom, hogy beszéljünk, hogy miközben a magyar történelem nem csak a szépségét véste be a fejébe, hanem a szörnyűségeit is, éppen a származásánál fogva munkaszolgálatos volt, életveszélyes helyzeteken ment keresztül, de mindennel együtt sem ez, sem pedig az, hogy a kommunizmus elűzte őt, az elől menekült 46-ban, ez nem ültetett el benne egyébként érthető keserűséget, ő megmaradt egy amerikai hazafi lett, de magyar hazafi maradt utolsó pillanatáig és végig. Egyik legjobb bizonyítéka, vagy legfontosabb tanúságtétel a magyarsága mellett a Budapest 1900 című könyve, amelyet szerencsére, hát ugye már jó régen sokan elolvashattak magyarul is, tehát itt a címlapját, az angol könyv címlapját. Ugye ez az a könyv, amiből idézett az idősebb Bush elnök 1989-es emlékezetes látogatásakor. Én személyesen nagyon örültem, hogy őt idézte, de ezzel nem változtatta meg az, hogy János, és ezt is szögezzük le, ő a magyarok számára mindig János volt. Így is írta alá nevét. Ő mindig elmondta, hogy bibliográfiai okokból, hogy miután a könyveinek a többségét ugye angolul írta, és John Lukácsként jelentek meg, hát ne kavarodjon össze, a könyvtárosoknak ne álljon égnek a haja azért, hogy most van egy Lukács János, és van egy John Lukács, tehát ezért megőrizte, hogy a magyar kiadásokban is John. De hát ő János számomra is, és mindnyájunk számára is javaslom, hogy így beszéljünk a továbbiakban is róla. Tehát ez a könyv is ugyan demonstrálja, hogy milyen mélyen
ismerte Budapestet, mennyire szerette a kerületeket, milyen történeteket őrzött magában. Fantasztikus memóriájának ez is egyik jele, de az is, hogy ők egy is leírja, hogy az első nagy magyar szerelmének a telefonszámát élete végéig megőrizte, tudta fejből. Ő egy gáláns, lovagias magyar úr volt, és ahogy szintén őt idézem, hogy ő Amerikában sok tekintetben úgy élt, mint egy vidéki magyar úr, aki a régi, vagy a 30-as évek Magyarországának az udvariassági formáit, akár a virágküldés, stb. Őrizte magában, és hát ezt ő a későbbi életében is, már egyik a vonzó ereje volt többek között ez is. De az az otthon, amelyben én is szerencsém volt többször járni, az is egy emlékeztet akár egy magyar udvarházra, mert nem volt vár, mert nem volt egy olyan nagy épület ez a régi iskola, de volt egy várárka, vagy pontosabban egy patak, amiből egy kis tavat csinált. Ő mennyire szép emlék, hogy vele ott eveztem ezen a tavon. És hát persze a impozáns hozzáépített könyvtára. Szóval ő ott nagyon büszke volt arra, hogy ő nem nagyon jár New Yorkba, még az általa nagyon ismert és nagyon kedvelt Philadelphiába se nagyon, a munkahelye ugye az ott van Philadelphia szélén, tehát ő a saját életét élte, és benne volt persze nem csupán a munka és az olvasás és az írás, hanem a kerti munka, milyen büszke volt a spárgáira, amit termelt. És hát persze a borok. Én szoktunk ilyenkor biztonságok egy pohár vizet ide tenni, én egy pohár vörösbort hoztam ide, hogy ne csupán a száraz torkot ennyit sem, hanem János emlékére és az ő egyéniségét felidézni hoztam ezt ide. Szóval... Szívesen csatlakoznánk, Géza. Tessék? Szívesen csatlakoznánk. Hát majd folytatjuk. 31-én majd megtesszük. Formában, igen. Na most a János életében ugye meghatározó volt természetesen a magyarországi kommunizmus, bár amikor elment, akkor csak ott volt még a fenyegetően a horizonton, de hogy itt el is hangzott kollégájától a reakciós. Biztos, hogy igaz, amiket mondanak, vagy beszélgetünk, hogy hát igen, az ő konzervatívizmusa. De meggyőződésem, hogy az ő reakciósága arra megy vissza, hogy 45-től a magyarországi kommunisták állandóan a reakcióról beszéltek, harc a reakció ellen. Harc a Lukács János féle magyar polgárok, a kisgazdák ellen, hát ő is kisgazdapárti tag volt. Tehát ő, Lukács János valóban egy reakciós volt, mert demokrata volt és antikommunista volt. Ő a magyar történelemnek nem csak a mély ismerője volt, ő arról is ír, hogy a 19. században a magyar történetírás a világ élvonalában ment Marcalival, Fraknújval és hát a kortársaikkal együtt. De ő Szegfűnek hát kritikus és nagy tisztelője volt. Nagyon örülök azért is, hogy az ő könyvei olyan népszerűek lettek Magyarországon, ez egy késői ajándék és elismerés volt az életének. Nem számoltuk ki, de biztosra veszem, hogy Szegfű után, vagy akár mellette, ő a legtöbb olvasó, magyar olvasóval rendelkező magyar történész. Ő 56 számára, ő hát természetesen egy hatalmas megrázkódtatás volt, izgatottan követte, és tisztában volt azzal is, hogy Amerika nem fog és nem tud atomháborút indítani Magyarország megsegítésére, de ellentétben azokkal a ma is nagyon erős, néha felerősödő hangokkal, hogy hát igen, Amerika és a világ mindig cserben hagyta magyarokat. Ő nem tagadta azt, hogy a magyar történelemben ott van a nyugat általi cserbenhagyás is, de mégis úgy írja, a nyugat, ami keresztünk, csillagunk is, tragédia és remény. Néha felszabadított, de gyakran cserbenhagyott. És mégis a kelethez nem, sohasem. Ezt sokszor elmondta szóban, írásban. És tegyük hozzá, hogy utolsó a magyar politikai közvéleménynek szóló üzenete, 2014. januári nyílt levele Orbán Viktor miniszterelnöknek, akkor is azt idézem a levélből, amikor a magyarság vezetői
A keletet választották, az majdnem mindig katasztrofálisnak bizonyult. Persze hozzátette, hogy elismerni, tisztelni kell az oroszokat, megegyezni a keleti óriással, ahogy azt távoli rokonaink, a bölcs finnek teszik. Tehát az ő világlátását, nem csak történész volt, hanem filozófus és írós. Azt is írta, hogy hát, mint Livius az ókori nagy mintakép, hogy ő történész is, de elsősorban író. És írásai, aki olvassa, hihetetlenül hatásosak. Én közre tudtam működni a közgazdasági egyetemen, hogy 88-ban egy évig, vagy talán csak fél évig tanított ott, és csak azt sajnálom, hogy sokkal több időt nem tudott itt tölteni. Érdekes, ezt csak utólag olvastam, nekem erről nem beszélt, vagy talán csak célzott rá, hogy a rendszerváltozáskor 90-ben ő annyira megérintette a pillanat, arról még egy szót fogok mondani, hogy fölmerült benne, hogy hazatelepülni. De hát ő azzal az amerikai otthonnal, amerikai családjával, ennek nem volt igazán realitása, és azt is mondhatjuk, hogy ami azóta történt itt a 30-31 év alatt, abban nagyon sok mindennek nem örült volna, és nem örülne. Ő az amerikai barbarizmusról is sokat beszélt, és hát elhangzott, nem csak régen a Bush elnök, a két Bush elnököt sem kedvelte, és Trumpot pedig hát eléggé negatívan ítélte meg, hiszen nem arisztokratizmusból, hanem az az értelmiség, ami ő volt. De az idő múlik, úgyhogy tudom, hogy nagyon sokat tudnánk mindnyájra beszélni róla. Egyet hangsúlyoznék még, hogy nem csak alkotója, ismerője, művelője volt a magyar történelmek, hanem hozzá is járult sok vonatkozásban, de ami nagyon fontos, 1990-ben ugye Varga Bélát hívta meg a kijelölt miniszterelnök Antal József, ő a régi családi barát volt, nővérének az eskető lelkésze volt, tehát így feleségem is így kapcsolódik hozzájuk. Tehát Varga Béla a Nemzetgyűlés elűzött elnöke. Ő a Magyarország Gyűlés nyitó ülésén 90. május 2-án mintegy visszaadta a Magyarország Gyűlés szuverenitását, ami személyében is nyugodott. Varga Béla nagyon szoros barátságban volt Lukács Jánossal, és fölkérte a meghíváskor, hogy hát kísérje ő el Magyarországra. Hát talán nem bántom meg Varga Béla emlékésem, az a gyönyörű beszéd, ami Varga Béla szájából elhangzott az országgyűlés pódiumán, annak azt a beszédet nagy részben Lukács János írta. Azt hiszem, hogy erre mind a ketten büszkék lehetnek, és ebben a beszédben nem csak, hogy magasztos és fontos és szép, hanem azt üzeni Varga Bélán keresztül Lukács János, hogy a magyar megosztottság, ez a bizonyos turáni átok, ezen túl kell jutni, arra is figyelmeztet, hogy a magyar történelem nagy tragédiáinak két oka volt. A belső megosztottság, ami paralizálja a társadalmat, és a külvilág, a nemzetközi viszonyok nem kellő ismerete. Ami az által egyébként tisztelt Rákóczira, Kossuthra, és a kissé kevésbé tisztelt Hortira is jellemző volt, és érdekesség az, hogy akármennyire is kommunista ellenes volt, Nagy Imrét, különösen a 56. októberi, novemberi szovjet beavatkozás utáni bátorságáért milyen sokra becsülte és tisztelte. Tehát ő Lukács Jánosra akkor értékeljük, akkor ismerjük őt igazán, ha olvassuk, nem felejtjük el, és én nagyon bízom abban, hogy sokan fogják olvasni, és, nem, és persze remélem, hogy nem az az egy a mai, hanem több más hasonló konferencia beszélgetés hozzájárul ehhez. Lukács János persze érezte a világválságot, de ő bízott azért a jövőben, tudta azt, hogy azt üzeni a magyaroknak, hogy önmagukban bízzanak. Európa bízol magában, Amerika bízol magában, akkor nem Kína lesz a jövő szuperhatalma. Én is bízom ebben. És köszönöm, hogy beszélhettem itt. Köszönjük szépen, Géza, és köszönjük a személyes visszaemlékezést és a sorok között és a sorokban is megjelenő intéseket. Most rátérnénk a beszélgetésünknek arra a részére, ami a címmel talán legközelebb
közelebbi kapcsolatban van. Úgyhogy én át is adom a szót rögtön Horkai Hörcher Ferenc eszmetörténész kutató professzornak, avval a tiszteletteljes kéréssel minden előadó iránt, hogy mivel az időnk délután 4 óráig tart, ezért nagyon kérem, hogy tartsátok be a 8-10 perces időkeretet, Feri parancsolj. Hangosítsd föl, kérlek a... Igen, bocsánat. Kedves igazgató úr, kedves kollégák, kedves érdeklődők, nekem egy írott szövegem van, úgyhogy remélem nem fogok túl futni az időn kereten. Az a címe John Lukács Tocqueville-ről személyes jegyzetek, ugyanis az volt a feladatom politikai filozófusként, hogy a Tocqueville képéről beszéljek a professzor úrnak. Különleges esemény volt John Lukács megjelenése a rendszerváltás utáni Magyarországon. Nem is biztos, hogy akkoriban értékelni tudtuk jelentőségét. Persze hosszú sorok kígyóztak a könyvhéten az aktuális könyve dedikálására várva. De nem biztos, hogy értettük, mit testesít meg ez a különös, egyéni stílusú, régi vágású úriember. Éreztük, hogy személyes jelenlétének aurája van. De az nem biztos, hogy rögtön tudtuk, ez az aura nem csak a kortárs Amerika, hanem a háború előtti magyar és zsidó polgári kultúra kései vízfénye volt. Magyarul 1999-ben megjelent könyve, a rám legnagyobb hatást gyakorló évek belivére kigyűjtöttem néhány hivatkozását. Olyan neveket, amelyek számomra még idegenül csengtek a könyv első olvasása idején. Egy letűnt kultúráról adtak hírt. Valéry Larbó, Bernanos, Dorothy Day, Chesterton, Sinclair Lewis, Hugh Belloc, vagy Hector Hugh Munro, más néven Saki nevét már mi nem igazán emlegettük a Budapesti Egyetem bölcsészkarán a 80-as években, amikor ott végeztem. Lukács viszont olyan evidenciával hivatkozott rájuk, különös történeti narratívájában, hogy rögtön érezni lehetett. Fiatal korának referencia pontjai voltak e szerzők. De mi jellemezte John Lukácsnak Tocquevillehez fűződő viszonyát? A kérdés megválaszolásához 3 személyes emlékemet szeretném röviden felidézni. Az első a Tocqueville társaság emléke, vagy ahogy Lukács emlegette, a Tocqueville klub. A 2002. júniusában alakult klub 2 motorja, a 2 sokat látott világjáró, John Lukács és Alexander Brody. A Centrál Kávéház épületének elegáns tetőterében gyűlt össze a társaság. Jobb és baloldali értelmiségiek, Somodi Imre az egyik szponzora ennek a körnek, a következőképp idézi Lukács neki írt levelét, eredeti célkitűzéseivel kapcsolatban, idézem. Lukácsot. Tocqueville klubra gondoltam. Azért, mert Tocqueville a világtörténelem demokratikus korszakának egyszerre Platón és Arisztotelész méretű gondolkodója. És mi, nem csak magyarok, meg tulajdonképpen a tömegdemokrácia korszakának csupán a kezdetén vagyunk. Idézet vége. És aztán még egy idézet a magyar történész Tocqueville képét árnyalandó. Idézem megint John Lukácsot. Tocquevillenek az volt a véleménye, hogy demokratikus társadalom felebaráti szeretet és becsületesség nélkül lehetetlen. Persze tudta, hogy a szeretetet nem lehet rákényszeríteni senkire. Ám a gyűlölet semmiképpen sem lehet becsületes. Tocqueville keresztény felfogását jellemzi, hogy úgy vélekedett, az arisztokratikus kor legnagyobb vétke a gőgösség, a demokratikus korszaké pedig az irigység. De van itt még valami, amiről nem szokás beszélni. Az, hogy a gyűlölködés oka leggyakrabban az önbizalom hiánya. Idézet vége. Lukács tehát a magyarok önbizalmát szerette volna visszaadni. Ezért hivatkozott oly sokszor a francia utazóra és gondolkodóra Tocqueville-re, és ezen célkitűzéséhez, ugye, hogy visszaadja a magyarok önbizalmát, keresett partnereket a véleményformáló magyar értelmiség soraiban, a politikai választóvonal mindkét oldaláról. Megtiszteltetésnek éreztem, hogy engem is meghívott a klubba. A második emlékem a Lukács-Tocqueville viszonyról a Vigília nevű ismert nagymúltú katolikus kulturális folyóirathoz kötődik.
Lukács sokat tett Tocqueville katolikus arcélinek megrajzolásáért, már Amerikában is. Ugyanezt a célt szolgálta idehaza, hogy szerkesztői megbízatásom idején a Vigiliában megjelenhetett John Lukács Alexis de Tocqueville utolsó napjai című írása a fordításomban. Ez a szöveg azért jelentős, mert a Tocqueville kultusz egyik legfontosabb elemét, a szerző haldoklásának folyamatát rekonstruálja. Új forrásokat ad közre, három a nagybeteg ápolásában résztvevő nővér visszaemlékezését. És érdekes Lukács írásmódja. A szöveg bizonyos fokig a hagiográfiákra, a szentek életrajzára emlékeztet írásmódjában. Vagyis stílusában. Egyfajta régies írásmód ez. A szöveghez írt felvezetésemben akkor is azt állítottam, Lukács célja az volt, hogy az addig felvilágosult, szabad gondolkodó, protoszociológusként számon tartott Tocqueville arcképét pontosítsa, hogy megmutassa, idézem, inkább tekinthető elődje konzervatívnak, történésznek és hívő katolikusnak. Idézet vége. Végül a harmadik emlék. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen vagyunk. Fiatal pázmányosok, többek között itt a beszélgetésben is résztvevő Botos Máté, és Ocskai Gyula hívták el Lukácsot a Katolikus Egyetem bölcsészkarára. Tocqueville 200. évfordulójának megünneplésére. Lukács nem kevesebbre vállalkozott nyitó előadásában, mint hogy a Nagy Tocqueville problémák címmel ossza meg gondolatait a hallgatókkal, akik közül sokan nyilván most először találkoztak mind Tocqueville, mind Lukács nevével. Az előadás szövege szerencsére ma is olvasható. A szervezők a konferencia anyagát kötetbe szervezték és kiadták. Lukács saját előadásának szövege aztán bekerült egy másik kötetbe is, Magyar Írások című gyűjteménybe. De melyek is a nagy Tocqueville problémák szerinte? Hármat sorol föl ezek közül Lukács. Az egyik az a kérdés, hogy liberális vagy konzervatív. He was a liberal or a conservative as a friend. Hogy társadalomtudós volt-e, vagy történész. És végül, hogy milyen volt vallása, katolicizmusa. Lukács nem minden kérdést akar eldönteni, megválaszolni, de ezen problémákkal kapcsolatban sejteti azt, hogy szerinte egyszerre tekinthető liberálisnak és konzervatívnak, hogy szerinte fontosabb volt történészi munkássága, mint szociológiai működése, és végül, hogy Tocqueville szerinte hívő, bár nem kétségek nélküli hívő katolikus volt, azon belül is inkább paszkáliánus, ahogy írja. Lukács előadásában idézte is Pascalt. Hiszek, de nem mindig tudom gyakorolni vallásomat. Idézet vége. Az előadás végén az előadó utalt a magyarországi Tocqueville recepcióra is, így a Demokrácia Amerikában korai magyar fordítására, amire Koltay András rektor úr is utalt. E témában a Holmi című folyóiratban nem sokkal korábban publikáltam egy tanulmányt. Bár emlékeim szerint nem beszéltünk róla vele, a professzor úgy látszik számon tartotta az újabb magyar Tocqueville szakirodalmat is. És főleg az volt feltűnő, hogy figyelt ránk, az akkoriban jelentkező új generációra, a rendszerváltás nemzedékére. Megpróbálta átadni nekünk a messziről hazamentett stafétabotot. Még most is a kezünkben van ez. A mi felelősségünk, hogy ne essen a földre, a következő nemzedékig is eljusson. Az örökül kapott, szép, polgári kultúra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Horkai Hörcher Ferenc tanár úrnak, és akivel ők annak idején együtt vették fel ezt a botot, Botos Mátéval folytatjuk. Máté, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a Hörcher tanár úrnak is ezt a kis utalást a 2007-es konferenciánkra, ahol az egyik frappáns megállapítása Lukács Jánosnak az volt, hogy az arisztokraták a 19. században elképesztő könnyedséggel váltak liberálissá, de a liberálisok vajon mikor válnak arisztokratikusakká, ugye ez a fő probléma, amikor a 20. századra tekintünk. Nos, én egy olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy a történész hogyan látta a korszakváltást.
amelyről ő nagyon sokat gondolkodott, és mielőtt belekezdenék, szeretném megköszönni így innen is Barkóczi Andrásnak és M. Nagy Miklósnak, a két fordítónak, akik ezeket a köteteket fordították. A 20. század és az újkor vége című könyvről van szó. Az egy nagy korszak végén című könyvről van szó, és hát még más kötetek is vannak, amelyben ő visszatér ezekhez a problémákhoz. Azért nagyon izgalmas Lukács Jánosnak ez az érdeklődése a korszak váltások iránt, mert messze túllépett azokon a határokon, amelyekkel általában egy történész foglalkozik. Őt nem elsősorban az érdekelte, hogy az emberek mit gondolnak egy adott korszakban, hanem az, hogy hogyan, és ebben része az, hogy ennek része az, hogy és miért gondolkodtak úgy, ahogy gondolkodtak. És úgy vélte, hogy a korszak, amelyen ő különösen foglalkozott, a 20. század, az egy nagyobb, átfogó korszaknak a vége, amelyben az emberek már másképp gondolkodnak önmagukról és a világról, mint annak a kezdetén, vagy az azt megelőző korszakban. Ő elfogadta azt a felfogást, amely szerint a történelem hármas tagozása, 16. 17. században megjelenő értelmezések szerint ókorra, középkor és újkorra bomlik, és úgy gondolta, hogy a 15. századdal kezdődik az a korszak, amelynek ma a végén vagyunk. Érdekes megállapítása vagy megfigyelése volt az, hogy mindegyik század végén, amely persze teljesen független az események alakulásától, véletlen egybeesés, mindig az utolsó 10-12 évben történtek olyan jelentős változások, amelyek aztán alapvetően fordítottak a történelem menetén. A 15. század végén történt Amerika felfedezése, a 16. század végén történt a nagy armada pusztulása, a 17. század végén következett be a dicsőséges forradalom, a 18. század végén, szinte majdnem 100 évvel később, a francia forradalom, a 19. század végén, 1898-ban győzte le az Amerikai Egyesült Államok Spanyolországot, és vált ezzel egy új hatalommá, és ezzel kezdődött Amerika fölemelkedése, amely a 20. századig biztosan tartott, és a 20. század végén, 1989-ben pedig bekövetkezett egy újabb korszakváltás. A 20. század szerinte, Lukács János szerint már 1989-90-ben fejeződött be. A 20. század vége szerinte egybeesik az újkor 500 éves korszakával is, annak a végével is, és erről megállapítja azt is, hogy ez a korszak, ez alapvetően az európai civilizációnak volt a korszaka. Ez egy európai típusú kor volt, amelyben az utolsó évszázad az Egyesült Államoknak volt meghatározó, annak volt a meghatározó szerepe. Hiszen ezt valamennyien látjuk, a hollywoodi filmgyártás, a dollár világ valutává való válása, az angol nyelv világméretű elterjedése, a New York-i tőzsde dominancia, és számos más esetben is ugyanúgy láthatjuk ezeket a jelenségeket, amelyek az amerikai szuperhatalmat kísérő jelenségek voltak, de tudjuk, hogy ez elkerülhetetlenül csak ideiglenes jelenség volt. Több könyvében is utal arra Lukács János, hogy a 20. század ugyan az Egyesült Államoké volt, de egészen biztosak lehetünk benne, hogy a 21. század már nem lesz az Egyesült Államok korszaka, mert a szuperhatalmaknak szerinte lejárt az ideje, és ekkor már másképp fog kinézni a világ. Azt azonban, hogy azt a korszakot, amelyről beszél és amelyet vizsgálgat, az újkornak nevezik, szerinte ez egy pontatlan kifejezés, mert ahogy írja a 20. század és az újkor vége című könyvében, a középkor lassan múlt el, úgy múlik el a mi korszakunk is. Egy kor lezárulását nem lehet adott személyhez vagy eseményhez kötni. A történelmi korszakok sohasem tűnnek el teljesen. Inkább az változik meg, ahogy az emberek gondolkodnak arról az adott korszakról, és mint ahogy a 15. században senki nem volt tudatában annak, hogy a középkor véget ér, ez ma másképpen van. A mai ember a történelmi tudatnak köszönhetően, amely a kutatásnak a fő célpontja volt, tisztában vannak vele, hogy most múlik pontosan.
tudjuk, hogy az újkor véget ért. Azt az újkort Lukács János a polgári korral kifejezéssel szeretné fölváltani. Azt állítja, hogy ez a korszak az, amikor a polgárság politikai jogokhoz jut, fölemelkedik, gazdasági ereje teljébe kerül. Ezzel egyidejűleg jönnek létre olyan intézmények is, és döntő szerepre jutnak olyan létező intézmények is, amelyek korábban nem voltak fontosak, vagy annyira fontosak. Ez a modern állam kiépülésének a korszaka, ez a pénz dominanciának a kora, az ipar fölemelkedésének a korszaka, a városok, a magánélet, a család, az iskolai oktatás, a könyv korszakának, a képviseletnek a korszaka, és egyben a természettudományok fejlődésének és a történelmi tudatnak a kora is, ami azért nagyon lényeges, mert ez utóbbi kettő kivételével. A többi valamennyi hanyatlásnak indult a 20. században, és a 21. század hajnalán ezek már a régi időket idézik. Miért van vége egy korszaknak? Teszi föl a kérdést. Honnan tudhatjuk? Az európai terjeszkedés véget ért a 20. századra. A gyarmatbirodalmak fölbomlottak, a fehér ember térhódítása megtorpant. Az atlanti térség főszerepe a világkereskedelemben megszűnt, ez mind áttevődött a Csendes-óceán vagy az Indiai-óceán területére. Sőt, maga a tengeri hadviselés elsődlegessége is visszaszorult. A liberalizmus lehanyatlott, megváltozott, a humanizmus egyre inkább átalakult, inkább szerinte degradálódott, a polgári kultúra elszigetelődött, a vidéki életforma lassan megszűnő félben van az európai civilizációban, a lakóhelyek állandósulása fölbomlóban van, az emberek sokkal mobilisabbak, mint bármikor, nem tartják tiszteletben a magánéletet, egyre több esetben megszűnt és megingott a tudományos objektivitás eszmébe vetett bizalom, de hozzáteszi még akár a nők iránti tiszteletnek a megszűnését is, amelyet az elmúlt évszázadok fokozatosan építgettek föl, és ezt nagyon gyorsan építette le a 20. század. Az, hogy hogyan megy végbe egy ilyen korszak vége, leépülése, ezt elsősorban Tocqueville-al próbálja megmagyarázni, aki azt állította, hogy az arisztokratikus korból a demokratikus korba való átmenet az valójában úgy tűnik át, hogy először egy arisztokrata dominanciájú demokrácia jön létre, egy arisztokratikus demokrácia, amelyben aztán a demokratikus viszonyok egyre inkább dogmatikusakká merevednek, és azt mondja, hogy miközben a Tocqueville időszakában a demokrácia eszméje inkább egy népszerűségi vetélkedéssé silányult, a 20. század végén ez még rosszabb, még elfajzottabb lett, a publicitásért folytatott versenyé süllyedt. A Tocqueville kapcsán megállapítja azt is, hogy az arisztokratikus kor emberei a demokráciát nem feltétlenítették el, és nagyon sok olyan arisztokrata van, aki a demokrácia legfontosabb védelmezője lett, így a Rector úr által is emlegetett Churchill, vagy Mannerheim Marshall, akik mind támogatták a demokratikus rendszereket, elsősorban még a demokráciánál is romlottabbá váló ideológikus diktatúrákkal szemben. Végezetül azt szeretném összefoglalni, hogy amit John Lukács vagy Lukács János fogalmazott meg a 20. század végével, bekövetkező újkor végével kapcsolatosan, az az, hogy ezt két dolog fenyegette elsősorban. Az egyik a gazdasági növekedés erőltetése, amely egy után szükségszerű összeomláshoz fog elvezetni, illetve a nacionalizmusnak a populista elfajzása, amely
újra megosztja majd a társadalmakat. Tehát sajnos látjuk, hogy ebben mind a kettő megállapításában nagyon sok minden igazság van. És a demokráciával kapcsolatosan annyit állít, hogy lehet, hogy a demokráciával kapcsolatosan az emberkép a korszak kezdetén, a demokratikus gondolkodás kezdetén túlzottan optimista volt. Annak az emberi természetnek a túlbecsülésével kezdődött a demokrácia korszaka, de az még mindig sokkal jobb volt, mint ma, amikor az emberi természetnek a teljes lebecsülését tapasztalhatjuk. És ebben a korszakban, amikor a polgári korszakban az egyes reakciósok még mindig védik ezeket az értékeket, akkor fontos látnunk azt, hogy mindez az egyik legfontosabb örökség, amit át tudunk hozni, menteni az elmúlt első idő korszakból. Egy idézetével zárnám egy kis előadásomat a 20. század és az újkor végének utolsó két mondatával, ami egy lábjegyzet. Nekünk, akik tudjuk, hogy a süllyedő újkori világ peremén élünk, most, amikor valamennyi polgári erény, a bensőségesek, a feledhetetlenek megmaradnak, tartósnak, valóságosnak, szeretetre és bizalomra méltónak, akár a családi bútor, amely kevesebb is, kecsesebb is, meg masszívabb is, mint hittük, és minél tovább megőrizzük az időben, ez annál becsesebb örökség lesz számunkra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Botos Máté tanár úrnak ezeket a érdekes gondolatokat, és az, hogy vissza is utalt az előttünk elhangzottakra, és biztos vagyok benne, hogy előre is vetítette bizonyos értelemben mindazt, amit most még hallani fogunk. Most Szilvay Gergely következik, aki a Rubikon Intézet munkatársa, amellett, hogy újságíró is. Az ő előadásának a címe is utal arra, amiről Botos Máté is beszélt, illetve amiről egészen az elején Koltay rektor úr, hiszen Churchill kint, Churchill bent, John Lukács és az elnökök címmel hallgatjuk most meg, hogy mit gondol Gergely, parancsolja. Köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Azért választottam John Lukács és az amerikai elnökök témáját, mert amikor kim voltam nála 2017 májusában, akkor nagyon nehezen lehetett kihúzni a professzor úrból bármilyen pozitívumot amerikai elnökökre vonatkozóan, ezért gondoltam, átnézem, hogy mit ír az amerikai elnökökről, és hogy a róluk szóló alkotott véleménye az vajon minek köszönhető. Azt mondta nekem Phoenixville-i otthonában John Lukács, hogy nagyon kevés olyan államférfi van, aki legalább 5 évig tud előre látni. Hát Churchill 50 évre látott előre. Ugye tudjuk, hogy Churchill nagy kedvence volt John Lukácsnak, az a beszélgetés elején is elhangzott. És hát úgy gondolom, hogy John Lukács kedvenc politikusának lenni nem kis teljesítmény. Tapasztalatom szerint a professzor úr kifejezetten elnézett kifejezését, és nem negatív értelemben, de finnyás volt a politikusok tekintetében. Winston Churchill mellszobrát például, amivel kezdtük ezt a megbeszélést is, a brit kormány adományozta a Fehérháznak még 2001-ben Bush elnök idején. A szobrot ugye Barack Obama száműzte az elnök rezidenciájáról, amivel kiváltotta a London akkori polgármesterének, egy bizonyos Boris Johnsonnak a haragját. Egyébként Obama nem a Fehérházból tette ki Churchill szobrát, hanem az ovális irodából és máshová helyezte át Martin Luther King kedvéért, hiszen ahogy mondta, az első afroamerikai elnöknek Martin Luther Kinget illik betenni az ovális irodába. 16-ban aztán Donald Trump visszavittette Churchillt az ovális irodába, de nemrég ugye Joe Biden megint kivitette onnan. Hogy Churchill csak máshová került, tehát a Fehérházban vagy a raktárban végezte, azt nem tudjuk. Minden esetre John Lukácsnál Churchill nem kibekerült a könyvtárból, hanem mindig ott volt a szobra, úgyhogy lehet, hogy Churchill volt egyfajta mérce Tocqueville mellett az ő számára. De nézzük, mit mondott John Lukács nekem akkor a vele készült riportban az amerikai elnökökről, és itt idézni fogom a szöveget. Az Egyesült Államok elnökeivel kapcsolatban János bácsi elég szigorú.
Nehéz egy elnök számára az ő kedvében járni. Köteteiben, interjúiban szinte mindegyiket erősen kritizálta. Számára az utolsó nagy elnök Henry Truman volt. Ahogy fogalmazott, Trumanban annyi karakter volt, annyi becsület és tudás, ez egy egyszerű ember volt. És Roosevelt azért támogatta, hogy ő legyen az alelnök, mert úgy gondolta, hogy Truman egy középszerű ember. Miután Roosevelt meghalt, Mrs. Roosevelt, aki nem volt egy túlzottan szimpatikus személyiség, írja John Lukács, a temetés napján odafordult Trumanhoz. Szegény ember, most maga mihez kezd? De Truman nagyon-nagyon derék ember volt, ezt mondta nekem John Lukács Trumanról. Kik voltak még nagy elnökök John Lukács szerint? Megint idézem, például Rooseveltnek az egyik rokona, a Roosevelt Theodore, és így mondta, hogy Roosevelt Theodore, nem pedig Theodore Roosevelt. Az nem sokáig volt elnök, mert a hülye pártja, a republikánusok megfúrták, pedig nagyon nagy elnök lehetett volna, így fogalmazott John Lukács. Aztán jött Wilson, és ez nem egy konferencia, ez méltó kifejezés, de John Lukács így fogalmazott Wilsonról, hogy istentelen marha volt. Hozzátette, hogy egyetemi tanár volt Wilson, de ennél többet nem tudott, és nem értett semmit. És még két embert említett meg John Lukács, akik szerint a nagyszerű elnökök voltak, az egyik Grover Cleveland, a másik pedig Lincoln. És azt is mondta még, hogy Trump és Clinton a közülükben sem érnek ezeknek az elnököknek. Ez egy informális beszélgetés volt, amiből riport készült, de hogyha egy kicsit részletesebben megnézzük, hogy John Lukács mit írt többek között az emlegetett elnökökről, akkor az Egyesült Államok története 20. században című könyvhöz érdemes fordulnunk. Meg is néztem, hogy mit ír ebben John Lukács. Theodore Rooseveltről így ír. Ama kevés amerikai elnök egyike ő, aki erőteljesen rányomta bélyegét saját korára, sőt hatása még akkor is érződött, amikor már nem ült a elnöki székben. Theodore Rooseveltről John Lukács úgy gondolta, hogy a legkevésbé sem tekinthető az amerikai nép jellegzetes képviselőjének, viszont jellegzetes képviselője volt eme nép törekvéseinek. Emellett Lukács szerint Roosevelt a nacionalizmus új szellemének egyik képviselője volt. Hogy gondolkodott Wilsonról, azon kívül, amit az előbb idéztem, és már-már súrolja az idézhetőség határát? Wilson John Lukács szerint szerv fölött bonyolult személyiség volt, akinek ennek a könyvnek az írása idejében nem sikerült kijelölni a történelmi helyét, és hírneve csökkenni fog. Emellett úgy gondolta John Lukács, hogy Wilson az általa képviselt progresszív eszméknek a karikatúrája volt a messianisztikus küldetéstudata miatt. Trumant, mint említettem, többre tartotta, mint magát FDR-t, és azt írta, hogy Truman keményebben kormányozta az amerikai állam hajóját, mint Roosevelt. Emellett, és szerintem ezért volt John Lukács számára nagyon szimpatikus Henry Truman, ő szerinte közbülső álláspontot képviselte a szélsőségek között, és felébük is emelkedett. Itt például az intervencionizmus és az izolacionizmus két pólusa közti középútra utal John Lukács. Aztán itt van Eisenhower. Eisenhower az 50-es években volt Amerika elnöke, amikor gyert ez egy félig meddig ilyen aranykorként van számon tartva. Na most Eisenhower John Lukács szerint túlságosan bizalmatlan volt a Szovjetunióval szemben, és elnöksége az elszalasztott lehetőségek ideje. John Lukács úgy látja, hogy Eisenhower politikája megalkuvó és téblábuló volt, annak a korszaknak a hangulatára pedig a lassú infláció volt a jellemző. Kennedy szerintem messzebb látott, mint Nixon, de felszínes volt. Lyndon B. Johnson mind mélyebbre süllyesztette nemzetét a dzsungelháborúban, Nixon elnöksége pedig a köztársaság zűrzavaros és felbojdult korszakát fogta át. Nixonról azt írja John Lukács, hogy abban az időben a jólét példátlanul nőtt, de részben épp a jólét intézkedéseknek köszönhetően ekkor romlanak le véglegesen a városok, döbbenetes mértékben esik az iskolarendszer színvonala, és, idézem, miközben a nemzet életében egyre másra ütköztek ki az ilyen kortünetek, az elnök a világ ügyeivel foglalta el magát, és azok kápráztatták el. Gerald Fordról azt írja, hogy kedves ember volt, aki hollywoodi hírességekkel szeret golfozni, idézem, csetlőbotló, hozzá nem értő és tudatlan férfiú. Elérkeztünk Reagan elnökhöz, amikor ez a könyv íródott az ő időszakában. Reagan elnökről azt írta John Lukács, hogy egyértelmű felhatalmazást kapott, hogy módosítson az amerikai állam hajójának menetirányán, sőt még arra is, hogy a hajón, melyet férgek rákcsálnak, szerkezeti változtatásokat hajtson végre.
Két évvel megválasztása után a történész kénytelen megállapítani, 1983-at írunk, hogy Reagan konzervativizmusa, idézőjelben, némely tagadhatatlan előnye ellenére rövidlátónak bizonyult. És miért gondolta az John Lukács, hogy rövidlátó ez a Reagani elnökség? Érdekes módon felhozta John Lukács azt, hogy a problémák jelentős része szerint abból fakadt, hogy Reagan elnök kaliforniai származású, és ízlése is kaliforniai. Ez ugye különösen izgalmas ma, amikor az új adminisztrációról azok a hírek terjednek, hogy a kaliforniai demokrata politikai laboratórium eredményeit akarja majd kiterjeszteni Amerikára, vagy azt tekinti az egyik példának, miközben ott a problémák megoldására kitalált policik, azok inkább csak fokozzák a problémákat, de ez már egy másik történet. Vajon ki tudunk-e hámozni olyan tulajdonság és nézetegyüttest, amelyek alapján rekonstruálni tudjuk, hogy milyen a jó elnök John Lukács szerint? Néhány általánosságot talán tudnánk említeni, de egyébként aligha. Lukács nem kedveli az intervencionalizmust, sem az izolacionizmust, ezügyben középutas. A jóléti politikákról kezdve a New Deal-el nincs karakteres véleménye. Nem szereti a kommunistákat, de irtózik a szerinte túlzott és ideológikus antikommunizmustól. Akárcsak a nacionalizmustól, vagy épp a fejlődés eszméjétől, a fogyasztói társadalomtól és a tömegdemokráciától. Végképp nem lehet eldönteni pártalapon, hogy kit kedvel és kit nem. Mi lehet minden mögött? Nyilván az egyik oka ennek az, hogy John Lukácsnak volt egyfajta értelmiségi attitűdje, aminek nehéz megfelelni egy politikusnak. Másrészt viszont talán amögött az van emögött, ami miatt inkább reakciósnak, nem pedig konzervatívnak nevezte magát. Számára az egész amerikai önkép és Amerika étosza eleve téves volt abban a tekintetben, hogy túlságosan optimista és túlságosan hisz a fejlődésben. És itt előadásom vége előtt idézném John Lukács történész kollégáját, Sivan Woodwardot, és az ő idézete alapján mutatnám be, hogy vajon mi lehetett a problémája John Lukácsnak az Amerika önképével. Sivan Woodward déli történész a déli különállás és önképpel kapcsolatban írja The Burden of Southern History című munkájában a következőket. Az emberi szolgaság és annak gonoszsága, később az emancipáció és annak hiányosságai nem tette a délt olyan népszerű amerikai elképzeléseknek ki, mint az emberi tökéletesség. A hit, hogy minden rosszra van gyógyszer, és hogy minden problémára van megoldás. A századok legoptimistábbjában, a világ legoptimistább sarkában a dél alapvetően pessimista maradt társadalmi felfogását és morál filozófiáját tekintve is. A gonoszság és a tragédia megtapasztalása, mint a déli örökség része oly nehezen békíthető össze az ártatlanság és a társadalmi szintű boldogság amerikai legendájával, amilyen nehezen a szegénység és a vereség tapasztalatát békíthető ki a bőség és siker legendájával. Szerintem az egyik oka annak, hogy John Lukácsnak ilyen problémái vannak az amerikai elnökökkel és az amerikai önképpel, azzal az Amerikával, ami befogadta őt, az az, hogy ő nem hitt ebben a legendában, hiszen ez a legenda tagadja azt az eredendő bűnösséget, amit ő ugye a könyveiben is kiemel saját magával kapcsolatban. Illetve Woodward azt írja, hogy konzervatívnak és tradicionalistának lenni Amerikában önellentmondás, miről az amerikai Burke örökké John Lukács liberalizmusát konzerválja. Ez az alapvető feszültség húzódik meg itt. Mindaz tehát, amit Lukács nem kedvelt Amerikában és elnökeiben, talán épp az Amerikát meghatározó felvilágosult optimizmus okozza. És talán ezért sem tud végleg otthonra lenni Churchill a Fehérház ovális irodájában, kiteszik, beteszik, nézegetik, de nehezen emésztik meg. Ellenben Lukács könyvtárszobájában állandó és stabil helye volt Churchillnek, annak a mellszobornak, mely mostantól az NKE emlékkiállítása gyarapítja, és minket fog emlékeztetni John Lukácsra. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük Szilvay Gergelynek ezt a gyors áttekintést, ami a konkrét szobor elhelyezésig jutott. Előre szeretném jelezni, hogy az előadások végeztével lesz remélhetőleg még némi időbeli lehetőség a beszélgetésre, és előre biztatnám Contosta professzor urat, hogy ezt a mi kis közép-európai perspektívánkat azért onnan a távolból örülnék, hogyha kommentálná. Egyúttal a hallgatóságot is bátorítanám, hogy a chat felületre
írjanak kérdéseket, ez azt hiszem, hogy jelentősen meggyorsítaná majd a kérdést és a választ. És most pedig arra kérem Magyarics Tamást, hogy végül, de nem utolsó sorban, úgyis, mint aki az utóbbi napokban, hetekben rendszeresen jelen van a magyar médiában, hogy az amerikai aktuálpolitikai folyamatokat elemezze, de úgyis, mint történész és az amerikai történelem kiváló ismerője, tartsa meg az előadását. Tamás, parancsol. Köszönöm szépen, igazgató úr, és hát nagyon szépen köszönöm a meghívást. Egyúttal a hallgatóság része a kitartást, ugye péntek délután van egy amerikai kifejezés, a Thanks God It's Friday, de az nem arra vonatkozik, hogy péntek délután konferenciákon vegyenek részt az emberek. Az egész konferencia egyik címe, hogy az amerikai demokráciai mai állapota, hogyha jól emlékszem, és erről sajnálatos módon eszembe jutott az a klasszikus vicc a Szovjetunióról még, amikor megkérdeztek egy szóvivőt, hogy milyen a helyzet a Szovjetunióban, és azt mondta, hogy jó. És megkérdezték tőle, egy kicsit bővebben fejtse ki, azt mondta, hogy nem jó. Úgyhogy én is lassanként azzal kezdeném, hogy az amerikai demokrácia állapota az itt nem annyira jó, mint lehetne, és az én Lukács könyvem időzőjelben erre a beszélgetésre a demokrácia és populizmus volt, illetve az alcím a félelem és gyűlölet. Rögtön bevezetésképpen szeretném elmondani, hogy Lukácsnak a következtetése az, hogy a liberális demokrácia populizmusát torzult az Egyesült Államokban, és olyan kifejezést is használt ebben a kötetben, hogy az Egyesült Államok már nem demokrácia, hanem banándemokrácia. Tehát nem banán köztársaság, hanem banán demokrácia. A legutóbbi választások során hallottuk a banán köztársaság kifejezést is, és egyiket sem pozitív értelemben, egyrészt az aktuál politika, másodszor pedig John Lukacsnak a megjegyzését. Erre a populizmusra szeretnék kitérni, illetve nagyon rövid áttekintést szeretnék adni, hogy ez a populizmus milyen szerepet töltött be és tölt be, és sajnálatos módon egyre nagyobb szerepet tölt be az Egyesült Államok politikai életében. A populizmust nagyon nehéz meghatározni pontosan. Rengeteg különböző meghatározása van. Az egyik általánosan elfogadott meghatározás, amikor az állampolgárok egy jelentős része az elitek ellen fordul, úgynevezett mások ellen fordul, végletesen fogja föl a politikai folyamatokat, egy fajta veszélyeztetettségérzék lesz urrá az embereknek egy jelentős részén, főleg külső erők ellen próbálnak valami fajta alternatívát találni. Ilyenkor adott esetben színre lépett egy erős vezető, ami ez ilyen pillanatban Donald Trump lehetett volna, vagy volt az amerikai jobboldali populistáknak a számára. Tehát gyakorlatilag a populizmus egyfajta válságtermék, a társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokra adott valamifajta válasz, és Lukács főleg a jobboldali populizmusról írt, és a jobboldali populizmusnak sokkal hosszabb vagy jobban dokumentált története van az Egyesült Államokban, mint a baloldalinak. Habár az én elképzésem szerint, vagy véleményem szerint a baloldali populizmus ilyen pillanatban legalább annyira erős és felzárkozott a jobboldali populizmus mellé, mint soha korábban. Hogyha a jobboldali populizmusnak a genealógiáját nézzük, akkor a 19. század végéig mehetünk vissza, és hát természetesen
hogy mondjuk egy tágabb körbe próbáljuk ezt az egész jelenséget értelmezni. Akkor is egyfajta paradigmaváltás volt az Egyesült Államokban, amikor világpolitikai színre lépett az Egyesült Államok, sok különböző gonddal, új problémákkal szembenézve, de minden esetre akkor léptek föl a populisták első ízben, többek között egy idegenellenes politikával, vagy pedig egy felsőbbrendűségű politikával. Az egyik legelső populista Benjamin Tillman volt, vagy csak egy kicsit rövidebb nevén a Vasvillás Ben, a Pitchfork Ben, aki hihetetlen demagógiával próbálta egyfajta fehér felsőbbrendűséget megtartani, másodszor pedig az idegenellenességet táplálni. És ez a jobboldali populizmus később olyan alakváltozásokon ment végbe, mint például a New Deal idejében Huey Long, vagy Coughlin atya fellépése, vagy akár az America First Movement, aminek azért a modernkori megfelelése nyilván van a trumpi politika, vagy pedig a 90-es években, és ezt nem John Lukács írta, hanem a Baker külügyminiszterről szóló a nagyszerű monográfiában két szerző, amikor a Vasvillás Buchananről írtak, illetve a Vasvillás populizmusról írtak, amikor Patrick Buchanan lépett föl 1992-ben George Bush újraválasztása ellen, és egy nagyon erős populista politikával, és ennek a 21. századi úgymond klimaktikus pillanata a Donald Trump és a trumpi jobboldali populizmus. Tehát gyakorlatilag, amikor arról beszélünk, hogy populizmus, annak a jelenléte mindvégig jelen volt azért az utóbbi 100-120 évben, nem főáramként, de minden esetre hol előbukkant, hol egy kicsit szerényebben csörgedezett, de minden esetre ez egy valós jelenség. A másik oldalról, és ez az én mondjuk tézisemnek a másik része, megjelent a baloldali populizmus is, teljesen egyértelműen a mai zöldek, a zöld New Deal és Bernie Sanders neomarxista kapitalizmus ellenessége, Wall Street ellenessége, szabadkereskedelem ellenessége, és így tovább. Tehát gyakorlatilag felszárkózott a baloldali populizmus is, és a tavalyi elnökválasztási kampány során az a két végletes populizmus csapott szerintem össze. Egyik oldalon a republikánusok, tehát a jobboldali populisták azt a világvégét prognoszizálták, hogy Biden győzelme a szocializmust, vagy akár a kommunizmus fogja elhozni. A demokrata populisták pedig Biden, illetve Trump esetleges győzelmével a demokrácia halálát prognoszizálták. Tehát magyarul az amerikai közbeszéd, a közélet nagyon nagy mértékben leromlott, és hogyha Szilvay Gergely az elnökökről beszélt, akkor gyakorlatilag az utóbbi évtizedek amerikai elnökei közül a legtöbb úgymond populista volt, amennyiben mint a Beltway ellen indult, tehát mint Washington ellen indult, Cartertől, Reagantől kezdve, Clintonig, Barack Obamáig és Donald Trumpig, a két Bush volt a kivétel, de nem véletlen, hogy hat elnök közül négy meglehetősen populista programmal tudott a fehér házba kerülni. A két oldal rendkívül erős lett, a közép kiüresedett, és jelen pillanatban sajnos ez az egész eléggé alacsony színvonalú populizmus hatja át az amerikai életet, és hogyha paradigmaváltásra beszéltünk, akkor azzal fejezném be, itt már lelki szemeimmel hallom Prőhle igazgató úrnak az intését, hogy kérdésekre is még kell időt szánni, hogy
hogy a paradigmaváltás az, hogy a közép és a mérsékelt baloldal, jobboldal, balközép, jobbközép helyett egy szélső balos, szélső jobbos populizmus az, amelyik lassanként dominálja az amerikai politikai életet, és ez pedig nyilvánvalóan a liberális demokrácia, vagy a Lukácsi ideális ideáltípusnak a halálával végződik, és valóban egy banán demokrácia kezd kialakulni az első tárunkban, ami nem jó se Amerikának, se pedig a világnak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és azt hiszem, hogy sikerült időn belül maradni. Nagyon köszönjük, Tamás, ezt, hogy a lelki szemeiddel hallod, az pedig különösen ez egészen fantasztikus. Igen, ilyen szép képzavart azért nem könnyű összehozni. Na, minden esetre nagyon köszönjük. Jelzem, hogy két kérdés érkezett, mielőtt átadnám Contosta professzornak a szót, és megnyitnám a kört. És azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami mindenkire vonatkozik. Hogyan látják Lukács? To everybody. Igen, mennyire ismert az amerikai konzervatívok körében, illetve a reakciósoknak vannak-e politikai követői, létezik-e szellemi holdudvara, kérdezi Csutak Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, illetve egy másik kérdés pedig arra vonatkozik, kimondottan Magyarics úrnak címezve, hogy mi lehet az oka, hogy a baloldali populizmus nem annyira vizsgált, mint a jobboldali. Még ezeken a kérdéseken gondolkoztok, hogy adjam ászót Contosta professzornak, hogy egy kicsit reagáljon mindarra, amit most itt az óceánnak erről a partjáról hallott. Professzor úr, önni a szó. Mikrofon. Az egyik dolog, amit John szeretett mondani, hogy neki föld alatti követői voltak. Tehát itt, ott, amott, mindenhol. De hogy, hát a mainstream sosem szerette, azoknak nem volt üdvöskéje. A könyveit ugye értékelte a New York Times, de nem ismerték úgy el, mint amennyire el kellett volna ismerni egyébként az amerikai tudományban, az amerikai professzorok körében. Nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy azért, mert nem hitt az amerikai kivételességben, nem gondolta azt, hogy az emberi természet meg tud változni. Tényleg hitt az eredendő bűnben, vallásos formájában is, vagy vallásos szempontban, de szekuláris szempontból is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy John nagyon sokak számára úgy jelent meg, mint nagyon különböző, sőt, ellentétes véleményen lévő, de talán pont ez volt, ami érdekessé tette őt, ami miatt tényleg át tudott hatolni sokszor. Az amerikai katolicizmusról azt szerettem mondani, hát panaszkodott, és azt mondta, hogy ugye az ír katolikusok formálták azt az egészet, és hát a hierarchiát is az ír katolikusok, Írország puritán, kálvinista katolikusai befolyásolták, és a saját katolicizmusa pedig sokkal inkább realisztikusabb volt, mert azt gondolta, hogy tisztába kell lenni az emberi létezés komplexitásaival. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból ugye a főáramlat ellen ment, lenyűgöző bár, de hát emiatt talán pont ezért nem tudott igazán több követőt magáénak, ha ennek így van valami értelme, amit mondtam. Are there any specific questions that you have? Van-e esetleg bármilyen specifikus kérdés, amire én válaszolhatok? We cannot hear you. Gondoltam, hogyha kommentálni akarná mindazt, amit a magyar előadók elmondtak, akár az amerikai, jelenlegi amerikai állapotokkal kapcsolatban, akár Lukács János filozófiai vagy történet szemléletével kapcsolatban. I think one of the reasons that he... Azt gondolom, hogy az egyik
oka az, az azért szerette ő Tocqueville-t, mert ugye a többség türanoszárt hangsúlyozta, ugye a populizmus ebben az országban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon veszélyes helyzetben vagyunk ebben az országban. Ma reggel hallgattam az itteni híreket. A képviselőház egyes tagjai most már kérik, hogy fegyvert vihessenek be magukkal. Most már fém detektorokat állítanak föl a parlament bejáratában, vannak képviselők, akik nem hajlandók áthaladni rajta. Legutoljára ilyen helyzetben akkor voltunk, amikor nem sokkal később kitört a civil, a polgárháború, amikor a kongresszusi képviselők fegyverrel, késekkel, fegyverekkel fegyverkezve mentek be a konferenciaterembe, az ülésterembe. Most már olyan politikai megosztottság van, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy bármilyen kompromisszum tudjon születni a politikai megosztottságon áthidalóan. Úgyhogy én nagyon aggódok az Egyesült Államok miatt, nagyon aggódok amiatt, amert az Egyesült Államok tart. Szerintem nagyon sok évbe fog telni, mire ebből ki tudunk jönni, és azok, akik megtámadták a Kapitóliumot január 6-án, azt gondolom, hogy valamilyen módon azt tükrözik, hogy azt érzik, hogy kihagyták őket. Az, hogy nem vették őket figyelembe, nem tekintették őket elég fontosnak, és keresnek valamiféle vezetőt, aki majd szebbé teszi az életüket, aki majd minden rosszat megjavít. Erik Fromm Menekülés a Szabadságból című művét olvastam, hát ez a vágy, hogy a messiás iránt, a vágy a vezető iránt, aki majd megmutatja a helyes utat, ez aggályos, de legalább annyira aggályos, azt gondolom ilyen szempontból, az igazsággal kapcsolatos, az igazsággal szembeni tiszteletlenség, tehát az, hogy nem tartják tiszteletben az igazságot, az, ahogy eltorzítja a sajtó, a Facebook, akár a kongresszusban elhangzottak eltorzítják az igazságot, és Isten igazából nem lehet arra számítani, hogy egy demokrácia képes normálisan működni, ha abban a tényeket nem tartják tiszteletben, és hogyha azok, akik a hatalomban vannak, nem hajlandók az igazsághoz ragaszkodni. Akik a hatalomban vannak, azok sokszor elferdítik az igazságot, de mégis félelmetesnek tartom ezt a helyzetet, ami most az Egyesült Államokban kialakult. Én nem tudom, hogy Joe Biden annyira hatékonyan fog tudni kormányozni, mint amennyire kellene. Ugye most már elnöki utasításokra kénytelen hagyatkozni, mert a kongresszus nem működik. Amikor a kongresszus nem működik, akkor ilyen elnöki utasításokkal operálnak. Most írok egy könyvet az Amerikai Monarchia címmel, és az alkotmánnyal kezdem, és végigvezetem gyakorlatilag az egyre több ilyen rendeleti kormányzás felé való haladást, amivel ellépünk, eltávolodunk a jogszabályalkotástól. A fékek és ellensúlyok rendszere, ami benne van az alkotmányban, egyre kevésbé működnek, most már jó ideje nem működik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon súlyos a helyzet az Egyesült Államokban. Dire situation. Az érdekes még az imént avval kapcsolatban említett, amit Szilvay Gergely mondott, hogy pont az elején emlegetett Erik von Kühnelt Leddinnel való levélváltásban Habsburg Otto is végtelenül rossz véleménnyel volt Wilsonról, és azok a szavak, amik itt elhangzottak Lukács János részéről, azok szinte dicséretnek számítanak ahhoz képest, amit ez a két ember Wilsonnal kapcsolatban ebből a levelezésben használ. Tamás, nem tudom, hogy válaszolnál-e arra a konkrét kérdésre, ami elhangzott, és addig kérem a többi előadónkat is, hogyha egy-egy rövid kommentárral még hozzájárulnának a végkifejlethez, parancsolj.
Ja, köszönöm szépen. Tényleg nagyon röviden és lágvortokban. A baloldali populizmus egyrészt újabb keletű, hát ez nem egy nagyon eredeti megállapítás. Másodszor a jelenlegi liberális elit politikai, gazdasági, főleg médiában félig meddig csendes társ ebben a baloldali populizmusban. Tehát ők politikai számításból ezt a baloldali populizmust nagyon jól kihasználják, és a 2016-os választásoknak az egyik leckéje az volt, hogyha nem használják ki, akkor vereséget szenvednek. Tehát 16-tól 20-ig kooptálták a Sanders-féle baloldalt a demokrata a párton belül, és ez vezetett többek között a győzelemhez. Másodszor egy kicsit azért mondjuk alaposabb válasz. A populista a baloldal és a mai liberálisok, akik természetesen nem tévesztendők össze a klasszikus liberálisokkal, tehát a manchesteri liberálisokkal, mind a nagyállam hívei. Tehát az ő szemükben az állam a megoldás, nem pedig, hogyha itt lehetséges és lehet mernem Lukács szellemi jelenlétében régent idézni, az állam a probléma, nem pedig a megoldás. Tehát itt az a egyre nagyobb állam, állami szolgáltatások, központosítás, magasabb adók, erősebb újraelosztás, ami egészen a New Deal-től kezdődően jellemzi a demokratákat. Itt összeérnek a baloldali populisták és a liberálisok, és nyilván van ez az alap meglehetősen erős ahhoz, hogy ne legyenek annyira kritikusak a baloldali populistákkal szembe, mint a jobboldali populistákkal szembe, akik azért elég sok szempontból még mindig az a tagállamok érdekeit próbálják védeni, decentralizáció, alacsonyabb adók, kevesebb társadalmi mérnökösködés és így tovább. Tehát nagyon-nagyon röviden ezt tudnám válaszolni erre a kérdésre, de nyilván van ennek sokkal mélyebb és bővebb elemzése lehetséges. Köszönjük szépen. Jelezni szeretném, hogy Tasner Levente és Földvári Sándor kérdését, mivel nagyon konkrétak, ezt továbbítani fogjuk az előadóknak, kérve őket, hogy ezt majd írásban röviden válaszolják meg. Nem tudom, van-e esetleg az előadók részéről itt az időszorításában hozzászólási vagy kommentálási igény? Ha nem ez a helyzet, akkor én mindenkinek nagyon köszönöm a részvételt és a nagy érdeklődést is, különösen a korán kelő tengeren túli vendégeinknek. Gedeon Béla kérdésére annyit mondanék el a konkrét tervekkel kapcsolatban, hogy tekintettel arra, hogy Magyarországra csak nagyon jelentős, de igazából inkább a professzor úr személyes életére és kedélyére vonatkozó, vagy arról felvilágosítást adó tárgyak érkeztek, vagy hát olyan személyes tárgyak, mint amilyen az elején bemutatott két szobor. Tehát a könyvei, ahogy el is hangzott, nem nálunk vannak. A Közszolgálati Egyetem tervezi ezt a kis kiállítást egy olyan helyre, ahol nagyon sokan látják, és ezt az atmoszféra teremtő erőt is, ami egyébként Lukács János soraiból is árad, ezt meg fogják majd tapasztalni. Én azt hiszem, hogy ez a mai tanácskozás is bizonyította, hogy sokan vannak, akik ezt a stafétát viszik tovább. Az, hogy a körünkben lévő egyetemi tanárok ezt a saját tanítványaikkal megteszik, ebben biztos vagyok. És abban is biztos vagyok, hogy az ilyen rendezvények, a kiadványok és azok a könyvek, amik most is ott vannak még a könyvesboltok polcain, amelyek valóban Lukács Jánost a leginkább olvasott történészek között helyezik el, ezek garanciát jelentenek erre. Úgyhogy, amint talán hallották, itt a szobámban is ütött az óra, 4 óra elmúlt, én nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt,
további szép napot és jó hétvégét kívánok. Minden jót kívánok, a viszontlátásra.